Én élek 12 évet, és ebben a videóban elérkeztünk ilyen üzenetes videóhoz. Elég érdekes üzeneteket megnézni. Nem enyém az eredeti ötlet. Kresser az eredeti ötlet. Na de mindegy, kezdjük el! Nagyon szép vagy, de még szebb leszel, mert egy fiú meg fogja kérdezni, hogy elmész-e vele valahova, de csak akkor válik valóra, ha ezt 9 lánynak elküldöd, beleértve engem is. De én fiú vagyok. Ez olyan, hogy a lányom egy rossz telefonszámot ad meg, és írsz egy fiúnak egy üzenetet, gáz. Na mindegy, menjünk a következőre. De nem fog annyira sértődéken. Aha, nem. Nem ismersz. Ha, szerencse. Ez már fájt! Van ilyen. Hát, hogyha lenne egy ilyen rész, hogy a legnagyobb oltások üzenetben ez a top lenne. Nem fog annyira sértődéken, hanem nem ismersz. Szerencse. Igen, lehet, hogy tanulok valamit. Fene tudja. Hát én nem írok, te sem. Szia neked is, Mizu. Semmi? Na, az nem sok. Milyen a napod? Unalmas? Nekem is. Hogy vagy? Jól? Na, az igazán király. Folytathatod, téd a szó. Hát a lány konkrétan nem sok kérdést hagyott így, válaszolni sem akart a fiú. Ezek után megértem, van ilyen. Hogy elejtsd be már, ezt tudjuk. De most komolyan, szerinted nem vagy az. Már nem azért, de elítetted velem, hogy szeretsz, aztán megcsaltál egy olyan fiúért, akivel, aki mindenki tudta, hogy vele max egy hónapot leszel. Most komolyan, ezért voltunk együtt. Szerintem hú, hagyjál már! Az senki nem állhat már közénk. Bocs, hogy szeretelek. Hú, te ismerős! Én is nyomorult fog. Mit jelentődben meg után is barátok maradunk? Hát, ha akarod, akkor majd ellógunk az utolsó órára, és beülünk enni. A csicsatára én csomó vagyok. Jó! Az utolsó óráról beszéltek, tehát gondolom, hogy 8. az utolsó óráról ellógnak. És hát igazából ilyenkor szokott az lenni, hogy 200 millió forint van a számláján, de azért sórok. Életem, kicsim, virágom, gyökerem, levelem, szárom, fohágom, hágom. Igen. Ez az, amikor csak viccből írogattok egyáltalán. Igen, most életem kicsim, és a virágom az így beindította nála a dolgokat, és azt mondta, hogy gyökerem, levelem, száram, faágam, ágam, botom, rügyem, törzsem. Na, Eku Master, szavakkal leírhatatlan, hogy mennyire szép vagy. De számokkal igen, 10 perc. Mekkora vagy? Hát igen, jó nagy, kb. 20 cm. Azt nem tudjuk, hogy mit írhatod, de kb. Én azt tudom elképzelni, hogy a kú. De miért? Szóval akkor miért nem lenne leírva? Már mondjuk közepes. Bár neki nagy. Ez miért ne érthető? Na mindegy. Német, teleki. Izgató, óra, abszolút, túra, akna. Itt vagy akna. Aknák, kártyú. Ja, szia! Magammal szóráncozok.
És ahogy látjátok, ez éjfél után 34 perccel volt. Lehet, hogy egy idő után kikapcsol mindenkinek az agya, de nem minden, hogy akkor is tanul. Aztán maradjon, aki hajnali kettőig fennmarad, lesz két írni. Színvak vagy, igaz? Miért? Szeretném tudni. Igen, az vagyok. Tudom, a tökéletes ajándékod a születésnapomra. Ha egy Rubik kockát adsz, megöllek. Igen, színvaknak ne adjatok Rubik kockát, mert megöl. Be kell mennem a kórházba. Miért? Van hányszor becsukom a szemem, nem látok semmit. Jó óta. Hát, az. Annyi ilyen pranket láttam már, hogy be kell mennem a kórházba. Miért? Becsukom a szemem, nem látok semmit. A felugrok nem ér a lábam a földre. Eltört? Nem is, felemered szellem! Mit csinálsz? Fekszik az ágyban. Semmi más, csak fekszel az ágyban. Gabonapelyhet eszem. Szép. Mit tennél, ha melletted feküdnék? Elném a gabonapelyhemet. Lol, úgy értem, hó, ha nem lenne ott a gabonapelyhely. Kelnék az ágyból, és behoznám a gabonapelyhet. Eszi a gabonapelyhet jobban szereti, mint őt. Figyelj, van ilyen. Most mit csináljon? Látjátok ezt a képet, elég érdekes. Bocsánat, rossz személy. Milyen beszélgetéseket folytatsz? Igen, ez nekem az a kép, ez annyira megtetszett, hogy... megpróbálom bevágni. Egy messenger csoportnak ezt adtam meg profilképnek. Végül is miért nem változtatták meg? Úgy látszik, hogy ők is szeretik a takót. Az LMBT. Ez ennyi a fokhagymás kenyér ideje. Igen. Ez nem teljesen így van magyarul. Köszi. Kösz. Hát igen. Amikor valaki nem szeretne hülyeséget írni. Visszakaptad a telefonodat? Nem. A mikrohullámsütőből írok SMS-t. Over! Jó! Meg kell mutatnod, hogy hogyan csinálod ezt. Ha én erre írnák valamit, én azt írnám, hogy... Gyere ide! Ez olyan, mint tudjátok, az a zsiráfos vicc. Hogyan rakod be a zsiráfot a hűtőbe? Kinyitod a hűtőt, megfogod a zsiráfot, berakod a zsiráfot, becsukod a hűtőajtót. Ugyanez, csak a telefonnal. Szereted az autókat? Ja, miért? Ellenőrizd a konyháját! Mi a büdös? És itt van egy ilyen kép. Szép! Azt kell, hogy mondjam. Itt már látjuk a kiválasztót. Vagy valaki megváltoztatta a nevedet a telefonomban. Mire változtatták a nevemet? A kiválasztott. Ne cseréld vissza, ne! Bocsánat, de ki maga? Én vagyok. A kiválasztott. Lehet, hogy a más telefonjában nekem átcserélnék a nevemet arra, hogy kiválasztott, én is ezt mondom, hogy nem cseréled vissza. Szia, Szofi! Ki ez? Lol, nem tudom, mint 5 perc adtad meg a számod. Szerintem rossz számot adott meg. Ismerős az érzés, tesó. Szóval, mi a foglalkozásod? Szakemberből álló csoporttal dolgozom. Egy több milliárd összegnél, amely csomagolásra és helyi civilekhez történő szállításra szakosodott. Hú, ez nagyon kifizetődően hangzik. És melyik cég? Kino. Szóval, pizza szállítasz? Nem minden hős visel köpenyt. Nem minden hős visel köpenyt. Azért nincsen rajtam se. Hé, nem hiszem, hogy ez menni fog. Szakítok veled. Tök mindegy, sosem fogsz találni hozzám a sollót. Hagyjál már. Ez a lényeg, tesóm. Gondolom, hogy megcsalta. Megcsalta a pasia. Lányt, és hát ez a lényeg, hogy ne találjon olyat, aki megcsalja. Hát, mi lenne a lényeg? Szeretlek, baby. Ó, köszönöm, én is szeretlek. Bocsánat, rossz személy!
Na, de srácok, ez a videó ennyi is lett volna, hát ezért dobjátok egy lájkot, kérlek, hogy ezt 12 voltam. Ciao!